other. There's an endless road to rediscover. A Ferencváros kézilabda szakosztálya már harmadik alkalommal szervezte meg ifjú sportolók palántáinak nyári kézilabda táborát Balatonszemesen. Idén 16 városból érkeztek kicsik és nagyok, hogy részt vehessenek a Fradi utánpótlás edzőinek képzésein. Ezúttal a megszokott vendégeken kívül az FTC Real Cargo Hungária újabb két játékosa kóstolt bele a nyári tábor hangulatába. Ráadásul Szarka Adrián és Szikora Melinda új szerepkörben is kipróbálta magát. Nagyon sok gyerek jött a táborba, úgy érzem, hogy hangulatilag teljesen jó. Próbálunk ezeknek a gyerekeknek új dolgokat megtanítani, csiszolni a technikájukat, és hogy olyan élményekkel térjenek majd az, ahogy megérte eljönni a táborba. Ugyanakkor van egy jó pár tavalyról visszatért gyerek, akik valószínűleg jól érezték magukat. Jó a hangulat, jó az idő, minden rendben van. Bemelegítettünk, az volt a mind a két edzésen, amit én tartottam. Különböző lövő feladatok voltak, illetve cselezést gyakorolták főként a gyerekek. Nagyon ügyesek voltak. Kemény voltál, vagy inkább játékos feladatokat csináltattál velük? Játékos feladatokat mindenféleképpen, ez a tábor, ez arról kell, hogy szóljon szerintem, hogy mindenki jól érezze itt magát. Mesélj arról, mit csináltál ma. Kapus edzést tartottunk, alapmozgásokat csináltunk, illetve alapmozgásokkal ismertettük meg a kiskapusainkat. Az edzések előtt, illetve után többféle játékkal is szórakoztattuk magunkat is, illetve a gyerekekkel is játszottunk, mi minden került elő. A dabasi kislányok, akik nagyon kedvesen körülvettek minket és meghívtak minket olvasozni, óriási élmény volt, illetve itt van lehetőség pingpongozásra is, hátul csocsózásra is, és hogyha akarnak, akkor hátra mehetnek a strandröplabda területre, és ott is tudnak játszani, és focizni, és kasarazni is. Köszönöm szépen, Mari. Én is köszönöm szépen, Cari. A fürdésre Isten igazából azt hittem, hogy lemegyünk, és mindenki majd belép, és akkor visszajön. Ugyanakkor a gyerekek, az összes, aki lejött, bement, és fél órát bent lubickoltak, tehát akkor annyira nem lehetett rossz a víz. Nagyon jó, és edzeni is lehet meg, jól érezhetünk. Együtt lehetünk, jól szórakozhatunk. Igen. És sokáig fönnmaradhatunk. Hát azt azért nem. Élvezted a kapusedzést? Más volt, amit tartanak nekem. Jobb volt, mert ugye technikásabb volt, és sokkal jobban pörgött az egész. És miket csináltatok? Hát csináltunk erősítést, meg lőttünk kapura, meg játszottunk. Edzések voltak, meg a többi meg szabad idő, és nevettünk. Említetted, hogy Levi bácsiból nagyon jó volt az edzés, mit csináltatok ott? Először is bemelegítettünk, utána meg párokba kellett állni, és ilyen gumikba kellett ugrálni. És ma mit csináltatok? Meccseztünk, levisztünk, és az Adri mutatott nekünk néhány kézilabda bemelegítést. Mi az a munka, amit ti végeztek a gyerekekkel? Hát koordinációs képességeket próbálunk fejleszteni. Mindenféle érdekesebbnél érdekesebb gyakorlatokkal. A gyerekekkel történt beszélgetés után mindenki szinte a te edzésedet emelte ki. Szerinted ez miért lehet? Hát gondolom azért, mert hogy olyasmiket csináltak, amit máskor nem csináltak. Különleges volt, talán érdekesebb. Az első két nap az még mindig az ismerkedésről szól, mert igaz, sok faradista kézilabdás van, de azért 16 városból, faluból érkeztek a gyerekek, és ilyenkor még egy picit össze kell őket ismertetni, össze kell csiszolni őket. Úgyhogy jól sikerült, úgy gondolom, sok ügyes gyermek jött.
nagyon örök, mert jól érezték magukat, és mindamellett, hogy azt gondolom, hogy a kézilabdában is remélem tudunk valami újat mutatni nekik ezen a héten, de a legfontosabb az, hogy megismerjük egymást, lássanak bele az életünkbe, lássák meg, hogy dolgozunk. Az esti buli, reméljük, hogy jó hangulatú lesz, tehát ezt előre nem látjuk, de valószínűleg jó lesz. Ahogy ismerem a Fradis gyermekeinket, soha nem szomorkodunk, és igazából a heti programunk nagyon jó, úgyhogy lesz még meglepetés. Kettő perc alatt nagyon jó a hangulat, és partiznak, és óriási parti arcok vannak. Tovább viszik a kis hagyományainkat, ezek a kis csajok, kis lányok, de hát mondjuk már vannak nagyobbak is, de zseniálisak, nagyon jól csinálják. A tábornak ez a csúcspontja. Eddig. Jó a hangulat, meg sokan vannak. Mert szerintem jó mókkal lehet itt lenni, sok lányan meg barátkozni. Egy újabb remek hangulatú tábor után jöhet a jól megérdemelt nyári pihenő. Remélhetőleg jövőre hasonlóan szép számban találkozunk újra a Balatonnál.